Az újonnan felálló Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tagjai első ülésükön főként az önkormányzat, valamint a város cégeinek és intézményeinek költségvetésével és hitelfelvételeivel kapcsolatos napirendeket tárgyaltak. A bizottság tagjai ezzel kapcsolatban elsőként a város önkormányzatának gazdasági vezetőjét hallgatták meg. Szerintük erre azért volt szükség, mert túlzóak az érintett társaságok kiadásai. Csak bérre például évente 1,9 milliárd forintot költ az önkormányzat, az intézményei, valamint a cégei. Az a többség szerint ezen lehetséges, hogy változtatni kell a jövőben. Mondok egy tipikus példát, a könyvelést. Azért mindenhol ugyanazt kéne csinálni, vagy ugyanazt csinálják, ha mindenhol fölépítik ugyanazt a struktúrát, minden intézményben, minden cégben, meg az önkormányzatban, az nem biztos, hogy ugyanolyan hatékony, de nyilvánvalóan többe kerül. Nem biztos, hogy ez lehet, de mindenképpen kell ezzel foglalkozni. A bizottság tagjai egyhangulag döntöttek arról is, hogy független külső szakértővel világítatják át az önkormányzati cégek 2014 és 2019 közötti gazdasági és szervezeti működését. Szerintük túl sok a kiadás, és az érintett vállalkozások nem működnek megfelelő hatékonysággal. Az látszik, hogy az önkormányzati cégek vagy folyamatosan veszteségesek, vagy nagyon minimális nyereséggel dolgoznak, és ennek nyilvánvalóan vannak okai. És mi szeretnénk egy jól működő cégstruktúrát létrehozni. Ennek az első lépése nyilván az, hogy meg kell nézni, hogy milyen hibák voltak a múltban. Emellett arról is döntés született, hogy 2018-tól kezdve havi bontásban bekérik az önkormányzati cégek gazdálkodási adatait, valamint az idei évre vonatkozó üzleti terveket. Erre, mint mondták, a város költségvetésének idei tervezéséhez van szükség. A napirendi pontok között szerepelt a bizottság elnök helyettesének, valamint a jegyzőkönyv hitelesítő személyének megválasztása is. Előbbinek a most külsős, korábban MSZP-s önkormányzati képviselőt Mezei Lászlót, míg utóbbinak a képviselőtestületben az Éjjel-Szekszárdot képviselő Illés Tamást választották.